Kapitány úr, ahogy jöttünk most az irodájába, azt vettem észre, hogy a folyosón a valaha volt rendőrkapitányok portréja, fotója van időrendi sorrendben egészen a titkárság ajtajáig, és Budavári Árpád arcképe valahol most a harmadik helyen van. Hát ezt majd át kell variálni, ugye? Hogy sorba tenni, vagy hogy kell ezt tenni? Volt már egyáltalán ilyen, hogy korábbi kapitány újra kapitány lesz? Még ilyen módon nem, de azért mégsem példa nélküli, mert Törkő Laci, most a helyettesen kétszer is volt megbízott kapitánya a Dunajvárosi Osztrálságnak. Az ő különös sorsa az, hogy ő mindig egy helyben dolgozott, aztán volt kétszer megbízott kapitány volt. Az enyém meg az, hogy 18 év itt szolgálás után, 10 éve, hogy elmentem innen, és majd az egész megyét bejárva érkeztem vissza. És hát 10 év nagy idő azóta gyűltek a képek a falon is, meg én is néhány tapasztalt a gazdag alattam, igen. És akkor március 1-től ismét Budavári Árpád Dunajváros rendőrkapitánya. Én azt gondolom, hogy úgy stílszerű, ha azt mondom, hogy gratulálok kapitányon. Isten hozta önt újra itthon, Dunajvárosban. Nagyon köszönöm. Az igazi helyzet az, hogy egy megbízott beosztás egyelőre. Ennek alapvető oka az, hogy a mi törvényünk, a rendőrségi törvény, az úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatoknak állást kell foglalnia arról, hogy egyetértenek-e a kinevezendő új kapitány személyével, amivel lehet kinevezni, amíg legalább a települések többsége ez egyet nem ért. Tehát az én kinevezésem is arra vár most majd, hogy ezek a bizonyos szavazások megtörténjenek, és nyilván aztán a hetedik annyi ő is még országos főkapitány úr is, aki az én kinevezésemet adhatja, vagy nem adhatja, úgy dönt, akkor leszek én kinevezve ide. Föltennék egy buta kérdést, nyilván nem fog rá más válaszolni, mint hogy igen, hogy szívesen jött vissza Dunajvárosba? Annak egy felkések, amit nem lehet nemet mondani. Nekem az egyik ilyen az nyilván Dunajváros. Ha engem valami megkérnek, hogy itt szolgálják, akkor az nem. Sok gondolkodás kell, hogy magával szüljön. Mindemellett nyilván, ami Dunajvárosban a jó úgy általában is, és nem a feltétlenül a kapitány személye, hanem a rendőrség, hogy a Dunajvárosi Rendőrkapitányságot Dunajvárosi rendőrök alkotják, Dunajvárosban élő rendőrök alkotják. És ez azért is jó, mert nekik nem csak hivatali kötelességük az, hogy rendet tartsanak a városban, hanem elemi érdekük is, hogy ott, ahol a gyerekeik óvodába, iskolába járnak, ott, ahol idős szüleik élnek, ott maguk is rendet tudjanak maguk körül. És hogyha én hozzájuk csatlakozhatom Dunajvárosi lakosként, a Dunajvárosi Rendőrkapitányságot vezetve, az azt gondolom, hogy nem olyan kérdésem, akár sokáig is kell fontolgatni. Én gondolkodtam azon, hogy ez előny, hátrány, jó vagy sem, hogy gyakorlatilag ön azért megjárt több települést, több féle körzetet, mert azt gondolom, hogy mondjuk egy gárdonyi rendőrkapitányság, mondjuk a turizmus és az idegenforgalom illet nagyon speciális, Dunajvároshoz képest mindenképp. Szóval több területen járt, nagyon sok mindent tapasztalt, úgyhogy én magamnak azt válaszoltam, hogy ez előny, ez a kis kirándulás. Ez úgy nézett ki, hogy amikor én 2012-ben elmentem, akkor az akkori rendőrfőkapitányra, a Bicskei rendőrkapitányságon bízott még főkapitányi biztosi feladatokkal. Egy jó fél évet serénykedtem, aztán a megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságában bűnügyi osztályvezetője lettem. Aztán egy Sárbagárd, 6 év, majd Gárdony, 2 év, és utána vissza a Dunajvárosba. A két nagy pálya futásbeli állomás, ugye Sárbagárd és Gárdony, 50 km-en belül van Dunajvároshoz képest, de három kapitányság az három bolygó, azt szoktam mondani. Egy mezőváros, egy iparváros és egy üdülővezet nyilván egész más megközelítést igényel bizonyos szempontból. A rendőrök egyébként úgy, ott is rendőrök, a rendőrségi törvény és jogszabályok, ott is jogszabályok, azokat épp úgy be kell tartani, de azért a lakossággal való kapcsolattartás, a rendezvények, a település lüktetése az nyilván egy egész más megközelítés követel. És ezekkel a tapasztalatokkal hazajönni azért azt gondolom, hogy egy tényleg egy szélesedő tudásbázist jelent bárki számára, nekem is azt jelentett.
az megfogalmazta saját magának, hogy ebben az elmúlt időszakban mit tanult. Tehát amikor ő elment innen Dunaújvárosból, akkor ahhoz képest most mennyi mindennel több van a táskájában? Nyilván ez a három megközelítés volt, ez három különféle vezetési stílus vagy repertoárt kíván meg az embertől is. Amennyit tudtam, magamban jutottam ezzel. Magamot képezem is mellette, mert még mindig tanulok. Amellett, hogy most már 15. éve gyakorló kapitányként szolgálok. Azt gondolom, hogy az emberekkel való bánásmód, egy településen a lakossága való együtt gondolkodás, együttműködés, az mind-mind olyan kellékek egy vezetőnek a tarsajában, ami nélkül nem működhet ez igazán. És ha azt az ember végül a saját hazájában is képes hasznosítani, akkor azt gondolom, hogy abból kell, hogy gyarapodjon mind a saját, mind a által vezetett kapitányság tudása. Most közben eszembe jutott, hogy például ön mit gondol arról, hogy mondjuk 2023-ban Magyarországon, Dunaújvárosban egy városi rendőrkapitánynak mennyire kell, lehet, illik jelen lenni a közéletben? Nem a politikáról beszélek, a közéletről. Tehát Dunaújváros életében önnek mennyire kell, hogy legyen meghatározó helye, személye, szava? Ezt én nem tudom, hogy ezt pontosan hogy csinálja az, vagy hogy csinálta az, aki nem született dunaújvárosi. Nekem ezt nem kell különösebben forszíroznom, mert én itt vagyok, itt élek, én ide járok boltba, én itt kávézom, én az itteni moziba megyek el filmet nézni, ha kell, vagy egyáltalán itt élem. Igazából azért is kérdeztem, mert legutóbb egy lakossági fórumon találkoztunk, ahol a Kallós Dezső utca egy irányítása volt a téma, és beszélt, és megszólalt, és elmondta a véleményét. És ott azon gondolkodtam, hogy ez vajon kapitányi feladat-e. Egyébként van rá válaszom magamnak, de kíváncsi vagyok az önére. Azt gondolom, hogy rendőrségi feladat. És az ember a rendőrséget képviseli, akkor azt épp úgy képviselheti önmesternek, mint rendőrkapitányként. Ez egy nagyon fontos lakossági fórum volt, egy fontos vitatémáról, amiben a rendőrség álláspontja alapvetően eltűnt attól, amit a lakosság gondolt. De épp azért voltam ott, hogy megvilágítsam, hogy nem ellenük beszélünk, hanem a városért beszélünk, és vannak olyan érdekek ott is, talán majd ezt egy később kell meg kifejtenünk, vannak olyan érdekek ott is, vagy olyan helyzetek ott is, ami előtt meg kell hajolni a rendőrségnek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valamivel nem értünk egyet egy alapvető véleménnyel, az nem azt jelenti, hogy minden helyzetben és minden körülmények között makacsul ragaszkodunk az érdekeinkhez. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy rendőrkapitányság ne uralkodjon egy városon, hanem szolgálja azt. És hogyha én ezzel tudom segíteni azt, hogy megértsék a rendőrség álláspontját az én általam képviselt véleményen keresztül, és akkor ott kell lenni, bizony ott kell lenni. Még egy kérdés, amivel Budavári Árpád rendőr ezredes urat macerálnám, aztán utána már nem fogom személyesen önt támadni. Hogy érzékelte, hogy érezte, hogy élte meg, hogy hogyan fogadták önt ide-vissza ebbe az épületbe? A kollégák? Én ezt egy feladatnak tekintem mind a mellett, hogy nyilván, amire eddig beszéltünk a saját otthonomban, nézem a feladatomat. 10 év sok idő. Nem lehet ugyanabban a folyóban visszalépni, mint amivel kiléptünk. Én sem hiszem, hogy ugyanaz lennék, a kapitányság állománya sem ugyanaz. Sokan ki is cserélődtek, és akik itt maradtak, azok is 10 évnyi tapasztalattal lettek, idősebbek, gazdagabbak, okosabbak. Nagyon jó állapot vettem el ezt a kapitányságot. Törköz Laci, aki az előbb voltak, és aki most is segíti a munkámat, úgy adta át, hogy tulajdonképpen nekem most már a sarkaiból kell kifordítanom ezt a kapitányságot, az, hogy jól működjön. Jó rendőrséget szeretnénk, és egy jó munkahelyet szeretnénk. A rendőrséget a város felé, a munkahelyet pedig a saját kollégáim felé alkotni, csinálni itt velük együtt közösen a lakossággal, a várossal, a közösségekkel és a munkatársaimmal ide bent. Azt gondolom, hogy minden újnak a fogadtatása, Magyarországon vagyunk, egy picit alkoholkodással kezdődik. Lehet, hogy így volt esetemben is, de én nagyon remélem, hogy oldódni fog ez. És kell is, hogy oldódjon, mert hiszen mi ismerjük egymást, hiszen mi nagyon jól ismerjük egymást itt a dolgozóknak a többségével. És azt gondolom, hogy egy jól működő kapitányság nem attól függődik feltétlenül jó, hogy ki a kapitány. A kapitány nagyon sokat tud segíteni ezen, de alapvetően az ő, az itt dolgozó saját készsége, meg az a belső motiváció, amiről beszéltem az előbb,
hogy nekik itt eleve érdekük jól dolgozni és rendet tartani. Ez az egység hozhatja azt, hogy jól működnek a dolgok Dunajvárosban. Jól működtek eddig is, és én csak szeretném ezt katalizálni. Dunajváros tekintetében mik a, nyilván rendőrségi szemmel nézve az egészet, mik az erősségek és mi a gyengeség? Tehát mire kellene nagyon figyelni, és mi az, ami egész jól működik? Tudni kell, hogy az országban az elmúlt 13 évben egyharmadára csökkent a bűnözés. Ez nagyon sok összevetős dolog, hogy mitől következik ez be. Tulajdonképpen is nagyjából ezek a trendek voltak követhetőek. Alapvetően a város közbiztonsága most megtartott. Szoktuk ezt mondani akkor, hogyha nagy kilengések nélküli a város bűnügyi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági helyzet. Én azt gondolom, hogy ez most is így van. Nyilván vannak olyan új bűnözési jelenségek, ilyennek gondolom például az interneten elkötött bűncselekményeket, amelyekre fokozott figyelem szükséges. Ezek kevésbé borzolják a kedélyeket helyben. Gondoljanak bele, hogyha egy házba betörnek, akkor az egész utca megijed attól, hogy talán ők lesznek a következők. Hogyha valaki tudja az interneten kicsalnak kisebb vagy komolyabb összeget, az csak ő tudja, sokszor még a sértett és egy kicsit szégyenkezik amiért, és nem is adja tovább ezt a hírt, mert hát őt könnyű volt átverni, gondolja ő, miközben rengeteg másik embert is átvernek. Ez egy egészen speciális szaktudást igényel, ez egy egészen speciális felkészültséget igényel, és hát nyilván egészen másképp is kell nyomozni, mint a közvetlenül elkötött bűncselekményeket. A biztonsági érzetet a közvetlenül elkötött cselekmények hozzák a leginkább, és ebben hál' Istennek szerintem jól áll most Dunajváros, bár mindig mindenem van itt javítani, ez is tény. A közlekedés biztonság az mindig egy sarkalatos pont, és ezen bizony dolgozunk mai napig serényen, hogy ezt a viszont nagyforgalmú, nagyvárosok kötéséhez hasonló közlekedési morálú várost biztonságban tudjuk a balesetek szempontjából is. Szerintem ez sem megoldhatatlan egyébként, ehhez is szükség van a városnak. A három fő baleseti ok van egyébként, amely talán egész Magyarországon a balesetek többsége okolható. Ez a gyorshajtása, elsőségadás, elsőség megnemadása és az irányváltoztatás, szabályok megsértése. Nekünk nem ezerféle felé kell koncentrálnunk velünket, de erre a három, mert ez a három adja a baleseti okok 65%-át. Erre háromra kell figyelni. Nagyon fontos az, hogy a város összetétele azért most már egészen idősödő. És azokat a bűncselekmény fajtákat, amelyek ezt az időskort próbálják kihasználni, erre építenek, azokat fokozott figyelem kísérje, és nekünk ezt is vigyelni kell. De ha már a generációkról van szó, nyilván azt is, hogy a gyerekeink azok biztonságban tudásában az iskolában. Szóval nagyon-nagyon széles a paletta, amit le kell fedni. Nem mondanám én nagyvárosnak Dunajváros, de az egész nagy, hogy a nagyvárosi és bűnözés karakterét tükrözze vissza az, ami itt történik. Paneles lakónegyedek, idősek lett a városrészek, mellette viszonylag nagy létszámban működő iskolák, fiatalok, ezeket és az iparvárosi jelleg, ezekre kell leginkább fókuszálni. Még egy dolog eszembe jutott, az érdekelne engem, én szívesen ott lettem volna azon a, nem tudom, állománygyűlésnek hívják-e az önök értekezletét, amikor ön kezdett itt most március elején, hogy mit mondott az ön kollégáinak, hogy föl tudná idézni nyilván sajtó nyilvános formában, hogy mik azok az elvárások, amiket megfogalmazott feléjük, hogy tehát önnekik milyen arcukat kell mutatniuk a város felé, és mi az ön elvárása feléjük. Tehát a dunajvárosi rendőrnek mit kell képviselnie az ön elvei szerint? Azért azokból a mondatokból, amiket előbb elmondtam, nagyjából kiszűrődik azt, hogy mit gondolok erről, együtt kell működni a közösségekkel. Szóval, hogy ebben a városban sok mindenki tesz. Van, akinek az a feladat, hogy vasműben hegesszen, acélgyártson, nyersvas csapoljon. Van, akinek az, hogy a papírgyárban papírgyártson, egy másiknak meg az, hogy életet mentsen, egy harmadiknak, negyediknek pedig az, hogy a közbiztonságot szolgálja. Így áll össze egy város működése. Tehát mi nem különbek vagyunk, hanem egyek vagyunk azok közül, fogoska kerekek közül, amelyek egy várost, egy élőhelyet működtetnek. Nem uralkodni kell, szolgálni kell az embereket, összefogva együtt.
Én azt gondolom, hogy ezt én magam is így képviselem, de ide nem rendőrséget csinálni, hiszen van működő, jó működő rendőrség volt Dunajvárosban rendőrség is. A kollégáimat erre biztatom, erre se alkalom, és minden tettemmel erre fogom ösztönözni. De azt gondolom, hogy alapvető megközelítés annak az, hogy Dunajvárosban jó rendőrök teszik a dolgukat, akik pontosan tudják, hogy hogyan működik ez a város, és mit kell tenni azért, hogy a közbiztonságot a napjog, mindennapokban is meg tudják védelmezni. Ehhez egyébként szükség van polgárőre, önkormányzatra, lakosra, gyakorlatilag mindenkire, mert ma már az egészen biztos, hogy a rendőrség nem önmagában áll közbiztonság védelmezésének rendszerében, hanem nagyon sok komplementer, kiegészítő, funkció betöltő szervezet vagy intézmény van. Nekünk mindenkinek a kezét fogni kell, természetesen mi visszük az ászlót, de nagyon sokan kell, hogy körbejárnak minket azért, hogy az egész város biztonságban lehessen. Kapitány úr, köszönöm szépen, hogy itt lehettünk önnél, és elmondta ezeket a dolgokat, és talán megtehetem, hogy a város nevében a jó kívánságunkat fejezzem ki ön, illetve önök felé, az önök szervezete felé, mert ha önöknek jól megy, hatékonyan dolgoznak, akkor azt gondolom, hogy talán nekünk is jobb. Úgyhogy kapitány úr, jó egészséget és sikereket kívánok önnek!